Duró Dórát köszöntjük, tehát először ma reggel itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és ma reggeli kérdezőtársunk az ATV Híradójának főszerkesztője, Szurok András kollégánk. Szervusz! Jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt! Képviselőasszony, az oktatással kezdve, ugye ön augusztus elején arról beszélt egy sajtótájékoztatóján, hogy a kormány egyetlen oktatási reformja sem volt sikeres, és hogy az integrált oktatás mindenáron való erőltetése elbukott, és ez jól látszik például a kompetencia felméréseken, ugye, ahol a nyolcadikosok 40%-ának a szövegértési készsége ugye a minimum szintet sem érte el. És egyébként ugye korábban ön is és a pártja is arról beszélt, hogy az egyik megoldás erre például a szegregáció lehetne, azzal lehetne az oktatási színvonalat javítani. Ez nem inkább súlyosbítaná ezt az egész helyzetet, hogy például a roma diákokat még inkább kizárnánk az oktatásból, tehát ők még inkább leszakadnának, és ezáltal egy még nagyobb probléma keletkezne az oktatásban és aztán társadalmi szempontból is? Két dolog keveredik össze, tehát a kompetenciamérés eredményeit, azt külön választanám a szegregációnak a témakörétől. Egyébként akkor az utóbbinál maradva, Franciaországban épp a napokban hoztak egy olyan törvényt, amely alapján most már kiemelik a közösségekből azokat a gyerekeket, akik bántalmazzák a társaikat. Mi például ezt egy nagyon jó példának tartjuk, mert Magyarországon sajnos az a helyzet, hogy azok a családok kényszerülnek arra, hogy a gyermeküket más iskolába adott esetben más településre vigyék, akik csak biztonságban szeretnék tudni, mert az oktatási rendszer egyébként nem tud mit kezdeni az agresszív gyerekekkel. Bocsánat, hogy közbevágok, de szerintem ezzel senkinek nincsen vitája, hogy egy agresszív gyereket kiemeljenek a közösségből. Azzal van a vita, hogy a Jobbik ezt a cigányság, vagy bocsánat, a Mi Hazánk mozgalom ezt a cigányságra hegyezi ki, abszolút direkt ezt kommunikálva. Most sem mondtam a cigány szót, azon a sajtótájékoztatón sem mondtam a cigány szót, tehát nem. De korábban a parlamentben, de a Rétvári Bencével, amikor ezzel kapcsolatban folytatott egy eszmecserét, akkor pontosan arról beszélt, és most idézem, hogy akkor is ki kell emelni, ha lakatosnak hívják ezt az embert. Így van, és én azt látom, hogy sajnos az a helyzet, hogy a rasszizmus bélyegétől félve, hogyha cigány elkövetőről van szó, akkor nem tesznek semmit. És ebben a konkrét esetben, amiről az országgyűlésben is beszéltem, ez Aszódon történt, valóban egy cigány elkövetőről van szó, de ez országszerte sajnos jellemző, és az oktatási jogok biztosának az országos felméréséből is kiderül és kimutatható, hogy az iskolai erőszak azokban az intézménytípusokban és azokban a régiókban jelenik meg nagyobb számban, ahol a cigányságnak a részaránya is magasabb, tehát a szakképzésben és az észak-kelet-magyarországi régióban. És között a kettő között nyilvánvaló összefüggés van, de attól, hogy valamelyik agressziónak az elkövetője cigány, ez nem lenne szabad, hogy megakadályozza azt, hogy vele szemben is fellépjünk. Na jó, de hogyha őket szegregáljuk, akkor ezzel csak ezt a problémát elmélyítjük, és nem megoldjuk, és nem próbáljuk meg integrálni azokat a gyerekeket, akik akár nulla éves koruktól teljesen más úton szocializálódnak. Olyan beszél, hogy kik fogják őket tanítani, ugye, hiszen az egy másik ide kapcsolódó probléma, pedagógus hiány van. Hát most képzelj azt, hogy milyen lelkesedéssel fognak majd az amúgy is kevés számban jelentkező fiatal tanár jelöltek egy olyan iskolába menni tanítani, ahol tudottan, hogy elég szándékoltan olyan gyerekeket hoznak össze, akiket meglehetősen kiemelten problematikusak, hogy finoman fogalmazzak. Tehát alapvetően szerintem az igazságosság szempontjából meg kell előzze azoknak a jogai, akik betartják a normákat, meg kell előzze azoknak a jogait, akik nem tartják be a normákat. Jelen pillanatban országszerte több ezer iskolában, több ezer településen az a helyzet, hogy mivel az állam nem tudja a rendet garantálni az iskolákban, ezért azok a szülők kényszerülnek rá, hogy elvigyék a gyereküket, akik csak biztonságos körülmények között szeretnék tudni. Az nem igazságos, hogy nekik kell plusz buszbérletet venni, az ő gyereküknek kell korábban kelni, az ő családjuknak kell a logisztikát úgy kialakítani, hogy biztosítani tudják, hogy a gyerek távolabbi iskolába is járni tudjon. Tehát jelen helyzetben és az elmúlt 30 évben folyamatosan azok a gyerekeket emeltek ki, kvázi a szülő, csak a biztonság miatt, akik normális körülményekre vágytak. Mi azt mondjuk, hogy ezt meg kell fordítani, és azokat a gyerekeket kell kiemelni, akik nem tudják ezt a rendet betartani, és terrorizálják a társaikat. És velük kapcsolatban... Velük mit csinálunk? Igen, arra is van válasz természetesen. Tehát nem
emiatt is rossz például a tankötelezettségnek a csökkentése, mert mi azt szeretnénk, hogy ezeket a gyerekeket is tanuló, majd pedig dolgozó emberré neveljük, és az, hogy az ő nevelésük konkrétan milyen körülmények között zajlik, el tudom azt is képzelni, hogy lehet olyan, aki az adott intézményben belül marad egy másik osztályban, de a legszélsőségesebb esetekben pedig a bentlakásos iskolákat javasoljuk, hiszen ezek a gyerekek sokszor nem is tudják azt, hogy a konfliktus kezelésnek akár van más módja, mint az agresszió, vagy nem tudják azt sem, hogy milyen egy tiszta ágyneműben lefeküdni este, vagy sokan még úgy érkeznek iskolába, hogy a fogmosásnak az alapvető. Ugye az egy vékony jég, hogyha ilyen háttérről jönnek is, ne a gyerekeket büntessük ezért, amiről ők ugye nem tehetnek. Azt el tudná fogadni a pártja, hogyha azért, mert azok a pedagógusok, akik ilyen gyerekekkel foglalkoznak, sokkal nehezebb munkát végeznek, mint a többi pedagógus. Ők mondjuk nagyobb kereséssel plusz lehetőségekkel rendelkeznek? Egyébként ez most a státusztörvényben is bevezetésre kerül, hogyha meghaladja egy bizonyos százalékot az osztályban a hátrányos helyzetű gyerekeknek a száma, akkor magasabb fizetésre jogosultak a pedagógusok. Erre mindenképpen szükség van. Ugyanakkor az is jogos elvárás a szülők részéről, mert mint azon szülők részéről, akik megbiztosítják a családi hátteret, hogy ne az ő adóforintjukból fizessék még ezeknek a gyerekeknek is a taníttatását. Tehát például miből? Ebben az esetben a családi pótlékot nem kapná meg a mi elképzelésünk szerint a család, hanem az intézmény kapná meg a gyermek után. De ezek a családok gyakorlatilag azért az köztudott, hogy sok esetben a családi pótlékból, illetve egyéb segélyjuttatásokból élnek, tehát ez a bevételi, tehát a jövedelmüknek a nagyobb része, tehát ha ezt elvonják, akkor nem csak súlyosbítják a problémát, hiszen akkor nyilván másfajta pénzhez jutási lehetőséghez kell nézni, ami akár súlyosbíthatja akár a bűnelkövetési számokat is. A családi pótléknak az összege az nagyságrendileg 12-16 ezer forint között van, tehát ez olyan őrületes nagy kiesést magának a családnak egy gyermek után. Jó, de egy mély szegénységben élőknél azért ez az összeg is nagyon számít. Igen, csak itt így garantáljuk, hogy a gyerekre is fogják költeni, hogyha az intézmény kapja meg ezt az összeget. Még hogyha a család kapja meg, akkor egyáltalán nem látunk arra garanciát, hogy a szülők nem magukra vagy alkoholra fogják költeni, vagy játékgépbe dobálják. Hát azért az, hogy mondják, hogy milyen a közszolgáltatások színvonala, az éppen nem azt garantálja, hogy ez a legjobb helyre kerül és a leginkább jó formában költik el egyrészt, másrészt. Ugye az, tehát arányaiban sehol nincs az, hogyha egyfajta retorzióként ezektől a családoktól elvonja teljesen egységesen mondjuk egy ilyen javaslat ezt a pénzt, az nyilván nem lesz elegendő ezeknek a diákoknak a tanítatására, a tanáraik bérének fedezésére, semmire, csak egy bosszú lesz. Nem bosszú, a kollégiumi normatívából is nyilvánvalóan finanszírozni kell, hiszen most is vannak kollégista gyerekek már középiskolában is, akik ilyen formában tanulnak, és azt is finanszírozza az állam, hogy ennek a jó, csak nem vonják el a családi pótlékból. Elvileg most is el lehet vonni, ugye, mert a családi pótlék iskoláskorú gyermek esetében iskoláztatási támogatás, és hogyha az 50 igazolatlan órát meghaladja a hiányzása, akkor elvonhatja az állam ezt a juttatást is. Más kérdés, igen, hogy csak most önök ezt egyfajta viselkedéshez kötnék. Igen, de szocializációs fokhoz, ami egy nagyon szubjektív dolog. Hát nem feltétlenül szubjektív, mert hogyha lenne egy szakértői bizottság, ahogy van például az iskola érettség meghatározására is, ugye azt is egy bizottság mondja ki, hogy egy gyerek iskola érett vagy nem, a mi elképzeléseink szerint ez is hasonlóan történne, hogy a szakértők vizsgálják meg, hogy a gyerek milyen körülmények között javasolják az ő taníttatását, és akkor ehhez alkalmazkodnánk. Egyúttal azt is fontos hangsúlyozni, hogy az átjárás az biztosított lenne, tehát ha valaki bekerül egy ilyen intézménybe, akkor nem mondjuk azt, hogy neki örökre ott is kell maradnia, hanem hogyha bizonyos időközönként ismételten egy véleményt adnak róla, akkor visszakerülhet akár. Lehetne azt, hogy most már lassan 10 perce beszélgetünk, de ez alatt egy alkalommal használta azt a kifejezést, hogy hátrányos helyzetű gyerekek, hogy inkább ennek mentén fogalmazzák meg a gondolataikat, amit nyilvánvaló egy valós problémáról szólnak, és nem cigány gyerekek szegregációjáról, vagy akár ugye a bűnözés is itt szóba került, a cigány bűnözésről beszélnek, mint ahogy most egy legutóbbi BTK-t szigorító törvénycsomaggal kapcsolatban is tették, tehát hogy nem feltétlenül lenne szerencsés, vagy szerencsés szerintem ez a fajta
bőrszín alapján való megkülönböztetés. Arról nem beszél, hogy ki dönti el azt, hogy azért, mert lakatosnak hívnak valakit, ahogy idézte az imént ugye az egyik felvetését, Emilia, hogy ilyen, vagy milyen alapon szegregálnak cigány, nem cigány, vagy csak hátrányos helyzetű magyar, vagy nem tudom milyen nemzetiségű gyereket. Tehát nem lehetne ezt a fajta szóhasználatot kicsit finomítani, ami hát óriási ellenállást vált ki, és sokak részéről kritikát is az önök pártjával szemben. De mi soha nem fogalmaztunk meg olyan javaslatot, akár a szegregáció kapcsán, hogy valakit azért kell szegregálni, mert ő cigány. Hát ez lenne a rasszista javaslat, ilyet soha nem mondtunk. Nem, hát a cigányok és a cigány bűnözésről következetesen visszatérve. Egyébként a 70-es, 80-as, sőt még a 90-es években is fősodratú sajtóban is használták a Magyar Rendőr című folyóiratban. De ne menjünk már 50 éve vissza, tehát most már a 21. században éppen ez a lényeg, hogy másképpen fogalmazunk, árnyaltabban, mint annak idején. Kifejezést is ma is használjuk, ami nem jelenti azt, hogy minden fiatalkorú bűnöző lenne. Tehát ugyanilyen értelemben a cigánybűnözés kifejezést is lehet használni, mert az sem jelenti azt, hogy minden cigánybűnöző lenne, hanem azt jelenti, hogy vannak bizonyos bűnelkövetési formák, amelyek a cigányság körében a legjellemzőbbek, és egyébként az iskolai agresszió is összefügg a cigány-magyar együttélés okozta feszültséggel. Ezek a kifejezések mindössze ezt jelentik. Ugye a 2010-ben is még egy cigány vajda is beszélt a cigánybűnözésről, mondjuk a színes fémlopások kapcsán, amikor 17 elkövetőből 16-szor cigányról van szó, akkor ez valóban ebből a szubkultúrából érkező bűnelkövetési forma, amire speciális megoldásokra van szükség. De ezek nem rasszista javaslatok a mi részünkről, a szegregáció tekintetében sem. Ugyanakkor nem lehet elvitatni, és én azt sajnálom, hogy a többi párt elhallgatja azt, hogy igenis van feszültség a magyar cigány együttélésből, sajnos. És egyébként ugye ezek a gondolatok Torockai László legfrissebb YouTube videójában vannak benne, ugye ő idézett ott ezekből a 30-40 éves újságokból, ahol ugye használták ezt a kifejezést, és ugye azzal érvelt, hogy az milyen jó volt, hogy akkor mertek beszélni ugye erről a problémáról. Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, ugye ez, hogy a 70-es, 80-as évekig visszanyúlunk, hogy ennyire nagy nosztalgiával gondolnak vissza arra az időszakra, hogy akkor most egy ilyen kommunista irányba elmozdul-e a párt, illetve hogy Torockai László elmondása szerint is, ugye azóta romlott a helyzet, ahogy ő használta a cigánybűnözéssel kapcsolatban, tehát az nem igazán segít, hogy ezt nevén nevezik, ezt a dolgot, tehát ugye ahogy a 70-es, 80-as, 90-es években erről írtak újságok, ahogy önök mondják, de nem lett jobb semmivel a helyzet, tehát nem arról van szó, hogy önök most ezt inkább egy ilyen populista húzásként használják, hogy a szélsőséges szavazatok irányába mozduljanak el? Nem, mi igazából a közéleti szerepvállalásunk során végig ezt az álláspontot képviseltük 15-20 éven keresztül, tehát nem egy aktuális fellángolásról van szó a részünkről. Másrésztről, hát önmagában nem fogja megoldani a problémát, semmilyen problémát nem old meg önmagában az, ha elkezdünk róla beszélni, de ha el se kezdünk róla beszélni, akkor pedig biztosan nem fogjuk tudni megoldani. És akkor például maradva a hátrányos helyzetű kifejezésnél, hogyha megnézzük azt, hogy 2008 és 2013 között, és most szándékosan még egy olyan időszakot mondok, amiben szocialista és fideszes kormány is volt, elköltöttünk az oktatási rendszerben felzárkózásra 160 milliárd forintot, csak az oktatási rendszerben, és a helyzet rosszabb lett, tehát az időszak végén több lett a hátrányos helyzetű diák, mint az elején volt, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az integrációs modell az valóban nem működik, hiszen az elmúlt 30 évben nem hozott eredményt, hanem továbbra is azokat a családokat büntetjük, akik biztonságos körülményeket szeretnének tudni a saját gyermeküknek. És az említett Aszódi esetben is, amikor a parlamenti felszólalásomat tettem, ott is egy olyan elkövetőről volt szó, akinek ez a harmadik iskolája. És ez nagyon elszomorító, hogy ezeket a gyerekeket a rendszer nem tudja kezelni megfelelően, hanem ha történik egy eset, akkor odébb áll egy másik ugyanolyan iskolába, ahol aztán megint elkövet egy hasonló agressziót, aztán odébb áll egy harmadik iskolába, és teljesen fölösleges őt ilyen módon bentartani a rendszerben, hanem
nyilvánvaló, hogy ennek a gyereknek is szüksége lenne segítségre, és őt is le kellene erről az útról nevelni, de a jelenlegi oktatási rendszer erre nem képes, és ezért kellenek az ilyen tabu döntögető konkrét példák. Igen, de ugye a pártja kommunikációjában sokkal nagyobb hangsúlyt kap az, hogy mi van a többi szülő gyerekével, és nem azon van a hangsúly, hogy ezeket a cigány vagy hátrányos helyzetű gyerekeket hogyan segítenék, hanem hogy ők milyen problémát okoznak. Tehát, hogy nyilván fontos erről beszélni, de a hogyan beszélünk, az nagyon nem mindegy, és amikor úgy fogalmazunk, hogy cigány és magyar, az már önmagában egy nagyon mély törésvonalat, csak tovább mélyít, mert hogy a cigányok is magyarok. Tehát ez is számít. De nem arról, de én ezen a sajtótájékoztatómon sem beszéltem erről kifejezetten cigány problémaként, mert nem az. Ugyanakkor azt elhallgatni, hogy a magyar cigány együttélésnek a lecsapódása az iskolákban is, vagy az ebből adódó feszültség lecsapódása az iskolákban is jelentkezik, ez szerintem hiba, hogyha ezt elhallgatjuk, és erről tényleg őszintén kell beszélni, nem úgy, hogy ezzel mélyítsük ezt a feszültséget. Ugyanakkor én továbbra is azt látom, hogy én elsődlegesnek tartom igen azt, hogy kiálljunk azok mellett, a diákok mellett, akik szeretnének biztonságban tanulni, és előrébb jutni az életben a tanulás által. Ez egy nagyon fontos tételmondat számunkra, és az ő problémáikra kell elsőként megoldást találni, és hogyha ez sikerült, akkor természetesen nem az a programunk, hogy ezeket a gyerekeket meghagyjuk az útszélén, mert mindenkinek az az érdeke, hogy ők is adófizető, normákat követő állampolgárokká váljanak, ezt szerintem könnyű belátni. Túl, köszönjük szépen, vendégünk volt ma. Köszönjük szépen.